A tabella második helyezettje látogatott a sereghajtóhoz, és ennek szellemében kezdődött a mérkőzés, a vendégek a 7. percben már 10 ponttal vezettek. A negyed végére picit zárkóztak a cápák, majd jól kezdték a második 10 percet is. Aztán ismét nyílni kezdett az olló a két csapat között, a nagy szünetre 16 pontos fehérvári vezetésnél vonultak le a játékosok. Fordulás után sem változott a játék képe, a nyíregyháziak mindent megpróbáltak, de nem tudtak közelebb kerülni ellenfelükhöz. A záró negyedben sem lassított az Alba, és végül 108 pontot szerezve győzte le a kék cápákat. Azt tudni kell, hogy az Alba jelen pillanat másik helyen szerepel a bajnokságban, és a legjobb támadó egységük nekik van. Úgyhogy nyilvánvalóan ez a feladat, ez a legtöbb csapatnak nehézséget okoz és okozott volna. Főleg úgy, hogy jelen pillanat a rotációnk ugye nem teljes mértékű, ráadásul ugye a mérkőzés közben 2 játékost elvesztettünk. Ezzel együtt is azt gondolom, hogy intenzitásban és minőségben a 40 percből talán 20 percig jól védekeztünk. Ezen kell dolgozni, ezt az intenzitást és ezt a minőséget a lehető legtovább kitoljuk, és ebből profitáljunk 40 percen keresztül. A meccsen 11 pontot szerző Mokánszky Máté szerint a védekezésükön kell javítani ahhoz, hogy eredményesebbek legyenek. Gratulálok az Albának, megérdemelten nyertek. Jobban játszottak, mint mi az első perctől kezdve. Ez a nagy különbség nem mondanám, hogy reális, de helyek közel kimutatta a két csapat közti különbséget. Ez a sok dobott, sok kapott pont, illetve mi is tudtunk 80 pontot dobni, ami azt hiszem, hogy hazai pályán egy nagyon jó jel tud lenni. A védekezésünkben érzésem szerint kell fejlődnünk, mert a támadásunk az szerintem rendben van. Minden játékos tudja, hogy mi a feladata, mi a szerepe az adott támadásban. Mondom, a védekezésben kell feljavulnunk, és szerintem ha az Alba ellen tudunk ilyen meccseket játszani, akkor más csapatok ellen is tudunk ilyen szinten kosárlabdázni. A fehérvári Takás Milán 8 pontig jutott a mérkőzésen. Mint elmondta, nem tudták, hogy milyen játékra számíthatnak a hazaiaktól. Számítottunk rá, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz, hiszen nemrég volt egy edzőváltás a Nyíregyházánál, ebből kifolyólag nem nagyon tudtunk készülni, nem tudtuk, hogy mit váltunk az ellenfél csapatától. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy jó ritmusban kezdtük a mérkőzést, jól védekeztünk, ebből sok gyors indítást tudtunk pontosan, hatékonyan befejezni, és ennek köszönhetően nagy előnyre tettünk szert. Volt egy-két hullámvölgyünk, de igyekszünk ezeket kijavítani, és a továbbiakban pedig sok sikert kívánok a Nyíregyházának. A forduló további eredményei a következők: Deac Körment 90-72, Kaposvár Kecskemét 74-77, Sopron Budapesti Honvéd 80-61, Oroszlány Atomerőműesek 90-95, Szombathely Zalaegerszeg 94-80 és Szeged Szolnok 65-76. A tabella élén a Szombathely áll 9 győzelemmel és 1 vereséggel, megelőzve az egyaránt 8-2-es mutatóval rendelkező Albafehérvárt és Szolnokot. A Nyíregyháza nyeretlenül áll az utolsó helyen az eddig 2 győzelmet szerző Budapesti Honvéd mögött. A kékcápák szombaton a Honvédhoz utaznak, azon a meccsen már az új vezetőedző, az észak-macedón Darko Radulovics irányítja a csapatot.